Önök a Cikádon magazint látják, Gyimóth Éva vagyok, köszöntöm nézőinket. A második Géza gimnázium olyan, mint maga a város. Nyugodt, barátságos, családias és lehetőségekkel teli, mondta az egyik volt diák. A Bátaszéki középiskoláról beszélgettünk olyan emberekkel, akiknek közük volt, van és lesz a gimnáziumhoz és Bátaszékvároshoz. Bár most üresek a folyosók és a tantermek, nem ez a jellemző a Bátaszéki második Géza gimnáziumra. Beszélgettünk diákkal, volt diákkal, olyan volt diákkal, aki azóta a tanári kar tagja, hogy mit adott és mit adhat nekik a gimnázium és a város. Igen, én ide jártam, és pozitív tapasztalataim voltak, utána pedig ide is jöttem vissza, hál' Istennek volt lehetőségem, és igazgató úr hívott is. Miért jó ide járni? Azért jó ide járni, mert ez egy kis iskola. Bár a létszámunk az elmúlt években gyarapodik, 200-ról most már 250-en vagyunk, és azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van annak a tudatos marketing tevékenységnek, amit mi folytatunk. Tehát az elmúlt néhány évben igyekszünk minden iskolába eljutni, minden általános iskolába eljutni, ami itt a környékünkön elérhető, és hirdetjük azt, hogy a mi iskolánk más, mint a többi gimnázium, amit el tudnak érni, ugyanis a méretekben nekünk óriási előnyünk van. Mi kis iskola vagyunk, és mindenkire oda tudunk figyelni. Tehát oda tudunk figyelni azokra a gyerekekre, akik kitűnők, jelesek, főiskolákra, egyetemekre szeretnének tanulni, és oda tudunk figyelni azokra a diákokra is, akik gyengébbek. De minket választottak, és azért választottak minket, mert megbíznak bennünk. Mi nem csak a kitűnőket, jeleseket, jókat vesszük fel, hanem fölvesszük azokat a diákokat is, akik lehet, hogy gyengébben teljesítettek az általános iskolába. De azt mondjuk nekik, hogy ha látjuk bennetek az akaratot, látjuk azt, hogy igenis szeretnél valamit elérni az életbe, akkor mi oda megyünk és segítünk neki abban, hogy megszerezze az érettségi vizsgát. Ugyanis nagyon sok szakmához érettségi vizsga kell. Szorgalmazzuk azt, hogy a gyerekek előrehozott érettségit tegyenek, amiből lehet. Hát lehet informatikából, lehet nyelvekből. Na most tapasztalat szerint 10. osztályban, és ez is egy érdekes dolog, 10. osztályban leérettségiznek diákjaink informatikából. Én 10. osztályfőnök vagyok, 29-en járnak az osztályomban, 27-en jelentkeztek előrehozott érettségire, bizony. Tehát nálunk nagyon sok előrehozott érettségi van, és 11-ben pedig leérettségiznek egy idegen nyelvből. Van, aki már 2-ből is. És ha megvan egy középszintű érettségi a nyelvből, akkor 12-ben már gondolkodhat, akkor tesz egy emelt szintű. És az emelt szintű érettségivel lehet nyelvvizsgát szerezni. És mi ebben nagyon-nagyon támogatjuk a gyerekeket, sőt szorgalmazzuk azt, hogy 12-ben már csak 3 tantárgyból menjen érettségizni. Magyarból, történelemből, matematikából. És ebben szerintem mi egyedülállóak vagyunk. Az iskola egyik fő profilja a nyelvoktatás. Nálunk a diákok túlnyomó többsége nyelvvizsgával hagyja el az intézmény falait. Ez azért a nagy iskolákban sincs így. És a másik dolog pedig, hogy nálunk úgy szereznek nyelvvizsgát, hogy a tanórákon kapják meg a támogatást. Nem kell nyelviskolába járjanak a gyerekek. Az iskola falai közül a 12-esek úgy kerülnek, hogy már van nyelvvizsgájuk, óriási előny ez, és nem kellett nekik nyelviskolába járni, de ha ne adj Isten, mégis erre kerül a sor, itt a gimnáziumban járhat nyelviskolába. Mert van nekünk egy szerződésünk egy bajai nyelviskolával, és a mi tanáraink tartják ezeket a nyelvtanfolyamokat. Nagyon szeretek ide járni, mert maga az épület egy modern épület, a környezet nagyon nyugodt és szép, és azért is szeretek ide járni, mert a hangulat nagyon családias, tehát majdnem mindenki ismer szerintem mindenkit. Valószínűleg nyelvekkel fogok tovább tanulni, némettel, vagy angollal, vagy esetleg mindkettővel. Nem tudom, vagy idegenvezető, vagy tolmács, így ezek jöhetnek szóba szerintem. Nagyon sok lehetőséget kínál ez a kisváros a fiataloknak. Így gondolja ezt Bozsolik Dávid is, aki 2015-ben érettségizett a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban, és azóta már mint végzett jogász ült le velünk beszélgetni. A gimnáziumot én 2009-ben kezdtem itt Bátaszéken, ugye egy 6-osztályos gimnáziumban jöttem át,
Azt lehet mondani, hogy a gimnázium ugye egy kis létszámú gimnázium. Ennek köszönhetően az egész légkör egy nagyon családias volt, és a tanárokkal is egy olyan közvetlen viszont sikerült kialakítani, ami egy nagyobb létszámú gimnáziumban szerintem nem valósulhat meg. Úgy gondolom, hogy ez a kis létszám miatt lehetőség van a tanároknak, illetve a diákoknak is egy olyan viszonyt kialakítani, amelyből nagyon jól kitűnik az, hogy ki miben erős, miben gyenge, és akkor ennek, tehát vagyis hát ezzel tudnak ők egy olyan tanítási struktúrát felállítani az egyes diákokkal szemben, ami nyilván az ő fejlődésüket csak előre visz. Én mindig is humán beállítottságú voltam, tehát nekem a reál tárgyak azok mindig a gyengén voltak. Ugye édesapám is jogászként végzett, és nekem nagyon megtetszett ez a szakma, vagy ez a hivatás, inkább úgy mondanám. És nyilván a gimben én nagyon sok segítséget kaptam ahhoz, hogy ide el tudjak jutni. Ez nekem már körvonalazódott 10. évfolyam környékén, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor nyilván a fakultációkat, illetve a nyelvvizsgákat is ennek a fényében választottam és csináltam. Leérettségiztem 2015-ben, és utána felvételiztem Szegedre az Állami és Jogtudományi Karra, amit idén decemberben sikerült befejezni, így már jogászként ülhetek itt, és jöhetek vissza a gimnáziumban. Nem csak az iskolának, a városnak is nagy szerepe van abban, hogy ide visszavágynak az emberek. Én úgy gondolom, hogy Bátaszék egy olyan hely, ahol ha az ember akarja, akkor megtalálja a számításait. Tehát itt aztán végképp minden megvan, amire egy embernek szüksége van. Gondoljunk csak itt akár az iskolától, tehát most megnézzük, akkor bölcsödétől gimnáziumig minden adott. Mindenképp a szakmai tudást szeretném valamilyen szinten kamatoztatni, amit én az elmúlt 5 évben, vagy a gimnáziumot számítjuk, akkor 11 évben én kaptam Bátaszéktől, és ezt nyilván szeretném ezért visszaadni, illetve próbálni segíteni az alattunk lévő generációknak is ebben, hogy ők olyan irányba tanuljanak tovább, olyan szakmát és pályát válasszanak maguknak, amit ők szeretnének. Egy másik volt diákot is megkérdeztünk arról, hogy mit kapott az iskolától. Mindent. Az összes alapot, lehetőséget, amelyből kiindulva felnőttként megélhetem az életemet, és megtölthetem tartalommal a mindennapokat, és ki tudom használni a lehetőségeimet. Első osztályba belépve, mert akkor még nem 9-nek hívták, az osztályfőnökünk László János bácsi már egy maréknyi csapatot kiválasztott, akikről azt gondolta, hogy versmondó versenyen, esetleg a habitusuk, a bennük rejlő lehetőségek alapján helyt állhatnak. És ez a fajta támogatás számomra egy akkora töltetet adott, amelyik később, amikor harmadikosok voltunk, vagy végzős gimnazisták, országos vers és prózamondó versenyekre jártunk, és hát nem egyszer a dobogóra álltunk föl, mondjuk Tatabányán, Pápán, Veszprémben, Budapesten, Győrött. És ez a mai napig meghatározza egyébként az életemet. Az határozta meg leginkább, hogy nem abban, vagy nem azért szittak meg mondjuk folyamatosan, mint ez egy szerintem a mai világban jelenlévő probléma, hogy mi az, amit én nem szeretek, vagy nem tudok. Humán osztály voltunk már a nevünkben is egyébként. A reál tárgyak egészen távol álltak tőlem is, mint például a matematika, a fizika, na meg talán a kémia is. De amiben jók voltunk, abban fölemeltek bennünket. Kibontották a szárnyunkat, lehetőséget biztosítottak, támogattak erőn felül. Megyei országos versenyekre vittek bennünket, és ez számunkra azt gondolom, hogy a lehetőségen felül egy olyan töltetet adott, amelyik tényleg meghatározta ezt az itt eltöltött 4 évet, és amelyből mi tudtunk tanulni és gazdálkodni felnőttként. Szereztem 2 pedagógus diplomát, taníthattam is, aztán valahogy a sors úgy hozta, hogy a közművelődésben helyezkedtem el, és valahogy az utam visszavezetett Bátaszékre is. Én máron több mint 3 éve a Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft-t vezetem, és igyekszünk programokkal és tartalommal megtölteni a bátaszéki mindennapokat. Azonban nem csak a munkahely köti Bátaszékre. Mind a 2 gyermekem ide jár. És ez furcsa volt számomra, mert valahogy meg sem fordult a fejemben néhány évvel ezelőttig, hogy hát ide is járhatna a lányom vagy a fiam. És amikor 6. osztályban Bori lányom azt mondta, hogy nézzük meg,
Nem is. Csináltak egy YouTube filmet. Egy diák, egy akkori kisdiák egy napját, életét mutatták be. És amikor azt a lányom meglátta, azt mondta, hogy ez neki nagyon tetszik. És onnantól hát elindult a lavina. Eljöttünk megnézni a nyílt napot, tájékoztatóra jelentkezett, fölvették, 7. osztálytól itt tanul, most már 10-es, és ami a legérdekesebb, hogy amikor a 7. osztályt elkezdte a nagylányom, akkor az én fiam az 5. osztályt kezdte még általános iskolában. És eltelt 2 hét, és Gáspár fiam a következő kérdést tette fel a vacsoraasztalnál, hogy apa, én mikor járhatok oda? És én visszakérdeztem, hogy miért szeretnél te ide járni? És akkor az akkor 5. fiam elmondta, hogy látja a változásokat a nővérén. Hogy eltelt ugyan még csak 2 hét, de kinyílt, boldog, elégedett, kíváncsi, és jól érzi magát a bőrében. A korlátozások miatt idén nem volt lehetőség nyílt napot tartani az iskolákban, de remélik, ez nem befolyásolja majd azt, hogy sokan a 2. Géza gimnáziumot válasszák. A madéfalvi veszedelem néven hírhedté vált 18. századi osztrák katonai megtorlás 257. évfordulójának megemlékezésére utaztak volna a kelet-erdélyi madéfalvára a bátaszéki székelyek baráti körének tagjai, de a koronavírus miatt ez nem valósulhatott meg. Az erdélyi településen tartott múltidézésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a székely szabadság nem választható el az egész Magyarország szabadságától a Kárpát-medencében. Egy mécses meggyújtásával emlékezik Molnár Péter a 257 éve történt madéfalvi veszedelemre, vagy más néven a szikulícidiumra. 1764. január 7-én hajnalban a császári seregek megtámadták az erőszakos besorozásnak ellenálló, vétlen, fegyvertelen madéfalvi embereket. Az ostromban több mint 200-an meghaltak, köztük sok gyermek és nő is. Ennek hatására indultak el a túlélők Moldvába vagy Bukovinába. Ezt a napot tehát a bukovinai székelyek születésnapjaként is emlegetik. Vajon hogy emlékszik az idősebb korosztály ezekre az eseményekre? Ők sosem szívesen beszéltek ezekről a dolgokról. Semmi olyanról nem beszéltek szívesen, ami szomorú, vagy ami veszteséggel járt. Ez az életük része volt, és talán jó is lenne, ha mi is így élnénk, hogy bizony vannak veszteségeink, amikor előre szeretnénk haladni, de maga ez a születésnap azért ez sokakat kell tanítson is olyan dolgokra, hogy ahova mentek az őseink, ebből a szomorú eseményből kiindulva, ott valahol mindig szeretettel fogadták őket, mert szerintem egy olyan népcsoport, aki többet épít, mint amennyit rombol. Tehát ahova ők oda kerültek, oda vittek magukkal mindig valamit. És most itt nem anyagi és eszköz dolgokra gondolok, hanem értékekre gondolok. És valahol mindig a lenyomata az életüknek az ott maradt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lehet nekünk is egyfajta pozitívum és egyfajta tanulás, okulás. Én azt gondolom, amikor az Egyesület vezetését átvettem, akkor én belekényszerültem abba, hogy a jövőbe tudjak tekinteni. Természetesen az nem azt jelenti, hogy a múlttal nem foglalkozunk, hiszen azzal együtt, hogy egy építkezésbe folytunk, kapásból a temetőbe az egyik sírunknál egy kár is keletkezett, tehát az ember párhuzamosan próbálja kezelni azt, hogy a múltat tiszteletben tartja és emlékszik rá kellő időben és kellő mennyiségben, de ahhoz, hogy a gyerekeinknek és a környezetünknek sok mindent tovább tudjunk adni, büszkén és bátran a jövőbe kell nézni. A Bátaszéki Egyesület nem tart külön megemlékezést a tragikus eseményről, hanem az évelei közös Tolna megyei múltidézésen vesznek részt. Az év általában úgy kezdődik, hogy Kismányokon a szövetség összes tagegyesületének képviselete összegyűlik, és egy szent misében emlékezünk erre az eseményre, majd szintén Kismányokon a Székely Porta udvarán található az 5 falunak a kopjafája, és ezek kerülnek megkoszorúzásra,
és utána Bonyhádon az éves közös taggyűlés megtörténik. Az elmúlt egy hétben kaptunk a szövetségtől egy tájékoztatót, avval kapcsolatosan, hogy az éves közgyűlés az idén, ha nem is elmarad, de nem a megszokott időben történik meg, az év első hétvégéjén, ami eddig úgy szokott lenni, hogy szombaton történik egy szövetségi közös székelyes disznóvágás, amit mindig valamelyik tagegyesület vállal magára, majd a következő nap, vasárnap van a megemlékezés és a közgyűlés, és ezen a közgyűlésen fogyasszuk el tulajdonképpen a disznótoros maradékokat. Hát ez az idei évben Madéfalvára esett volna, úgyhogy sajnos ez elmarad. Madéfalván lett volna a disznóvágás is, és ott lett volna a közgyűlés is, de én bízok benne, hogy ott azért olyan a klíma, hogy ezt a disznóvágást meg lehet később is tartani. Azonban egy szűkebb körű megemlékezést tartottak az erdélyi településen, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett. Már sokszor olvastuk, sokszor forgattuk magunkban annak jelentését, mégis újra és újra elolvasva reménnyel tölti el szívünket. De hogy adhat egy ilyen keserű esemény reményt, amikor a népdal fájdalmas szavai jutnak eszünkbe? Országvilág legyen hazánk, ott se legyen megállásunk. Mégis az emlékművön olvasható idézet a soha fel nem adást, a soha el nem keseredést, a jövőbe az elkövetkezendő nemzedékekre tekintést, a tettre elszánt közösséget jelenti valamennyiünk számára. Mindezt úgy, hogy az alkotmányos szabadságot reménytelenül is védők emlékét nem hagyjuk elveszni. Örökre fennmarad, mert hű kegyeletben megtartod őseid. Az államtitkár bejelentette, a Magyar Állandó Értekezlet 2021-et a Nemzeti Újrakezdés évévé nyilvánította. A bátaszéki Ese adott otthont az elmúlt hétvégén megrendezett karate válogatott edzésnek, melyen több egyesület legjobbjai vettek részt. Az esemény célja az volt, hogy megerősítsék a vidéki karatét. Nagy Ákos, a bátaszéki csoport elnöke azt mondja, szeretnék, hogy a vidék legjobbjai egymástól tudjanak tanulni. Összefogtak a vidéki karate egyesületek, közös válogatott edzést szerveztek Bátaszéken az elmúlt hétvégén. Ugyanis egy liga versenysorozat indult Magyarországon, melynek célja, hogy motiválja, mozgásban tartsa a fiatal sportolókat. Ennek okán határozta el Nagy Ákos, a bátaszékese, és Ruzsinszki György, a szarvasi karateklub edzője, hogy szeretnék erősíteni a vidéki karatét közös, válogatott edzések során. A vendéglátó bátaszékesen kívül az edzésen jelen volt a Dombóvári Karatesuli Egyesület, a szarvasi karateklub és két szegedi csapat, illetve a zuglói BVSC legjobbjai is. Gyakorlatilag a vidéki karate élet vezetői, vagy azt mondom most egyelőre a délvidéki klubokkal tartunk egy közös edzést, aminek azért már voltak előzményei, tehát ugye a Magyar Karate Szövetség azáltal, hogy a karate az olimpiára került, próbálja biztosítani azokat a feltételeket, hogy a vidéki karate élet is részt vegyen a nagy hazai karate életbe, egyre jobb feltételeket biztosít számunkra, és mi vidékiek úgy gondoljuk, hogy próbáljuk a magunkét hozzáadni ez az egészhez. Így Ruzsinszki György vezetésével megálmodott vidéki karate élet már olyan szintre emelkedett, hogy van külön vidék magyar bajnokság, illetve most próbáljuk a vidéki karate válogatott projektet kicsit szorgalmazni, ami egyébként a Magyar Karate Szövetség elnökségében nagyon jó visszhangot kapott, és hát ennek lett a folyamánya az, hogy akkor gyertek gyerekek, és akkor edzünk együtt, és hozzuk össze a top versenyzőket, azokat a versenyzőket egyébként, akik a magyar karate élet színpadán már jól és hatékonyan tevékenykednek, edzünk együtt változó partnerekkel, tehát nem mindig ugyanazon búra alatt edzenek a versenyzők, hanem kicsit változtassunk a körülményeken azáltal, hogy más klubok versenyzőivel párba állnak. Ugyanakkor egyébként most nem én fogom tartani az edzést, hanem Ruzsinszki György, egykori felnőtt válogatott edző, és ennek is az a célja, hogy ne csak ugyanazon recept alapján edzenek a srácok, hanem nézzük meg, hogy kinek mi van a boszorkány konyhájában.
Ebben a formában nem, de egyébként már tartottunk, tehát volt, hogy vendégedzőként meghívtuk válogatott versenyzőket, és egyfajta ilyen tömegedzést tartottunk, de azért ez most teljesen más. Az inkább ilyen karate népszerűsítő program volt, ez pedig kimondottan arra megy, hogy taktikai, technikai szituációkat gyakoroljunk, és a top versenyzőket minél magasabb szintre emeljük. Nagyon nehéz az idén tervezni, ugye minden sportegyesület, meg ugye mindenki bizonytalanságban éli az életét, de mi azért sportolók mindig is optimisták voltunk egyrésztről, meg mindig is próbáltunk valamiféle célokat keresni annak érdekében, hogy ne csak céltalanul edzünk. Nyilván mi szeretjük egymást, szeretünk edzeni, de azért sportolónak mindig kellenek a célok, és hát most jövő hétvégén lesz a Karate Liga második fordulója, aminek az első fordulóját egyébként itt Bátaszéken tartottuk, tehát ez egy nagyon fontos állomása a felkészülésünknek, illetve a további céloknak, és lesz a ligának egyébként egy harmadik, meg egy negyedik fordulója, majd Zalaegerszegen és Szarvason, és ott majd márciusban meglátjuk, mert nagyon szeretnénk mi a 25. Széki kupát megtartani, ami tavaly márciusban ugye a pandémia miatt sajnos elmaradt, és szeretnénk jubilálni. Most az a kérdés, hogy ezt esetleg a szexádi sportcsarnokba tudjuk-e megoldani, vagy szűkebb körbe a bátaszéki sportcsarnokba, de mindenféleképpen szeretnénk a 25. Széki kupát megtartani. Aztán a többit meg majd meglátjuk. A Szarvasi Karate Klub edzője szerint a Bátaszéki Egyesülettel kialakított barátságnak köszönhetően jöhetett létre a kezdeményezés. Igazából a Magyar Karate Szakszövetségnek a vidékfejlesztési programja indult meg nemrégiben. Több kiváló régiója van a magyar karate társadalomnak. Az egyik ezek közül a Nagy Ákos vezetésével ez a Dunántúli régió. Mi pedig Dél-Alföldön Szarvasi központtal vezetünk egy régiót. Már régió együttműködés van közöttünk, az Ákosnak kiváló versenyei vannak a bátaszéki csapat rendezésében. Oda rendszeresen el szoktunk jönni, és itt alakult ki igazából, azt mondhatom bátran most már, hogy barátság közöttünk. Utána a koncepciót felelnek a vidékfejlesztési programnak a keretében kicsit szorosabbra fűztük az együttműködést, és ősszel már jártak nálunk vendégségben a bátaszékiek, csináltunk egy közös edzőtábort, most pedig ők hívtak meg minket, ugyanis egy liga versenysorozat indult a Magyarországon, aminek a célja az, hogy pótolja a kiesett hazai és nemzetközi versenyeket, és versenyben mozgásba tartsa, motiválja a fiatalokat. Ennek szintén az első fordulója itt Bátaszéken volt, tehát azt gondolom, hogy Ákos az mindenből kiveszi a részét, és ő is a munkájával építi a Magyar Karate Szakszövetséget. És a következő fordulóra Újpesten fog sor kerülni jövő héten, és erre igyekszünk így együtt felkészülni, és hívtuk meg most már más vidéki klubokat is, nem titkolt célunk az, hogy szeretnénk erősíteni a vidéki karatét. Ezek a régiók összefogtak, van még ezen kívül Miskolcon, illetve Zalaegerszegen egy hivatalos régió, nagyon jó együttműködés van közöttünk, és terveink között szerepel az is, hogy egy nyári közös vidéki válogatott edzőtábort, úgymond vidék válogatott edzőtábort hoznánk létre, ahol az összes olyan vidéki sportolónak segítenénk a munkáját, és próbálnánk őket magasabb szintre emelni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!